Megújult aszfalt burkolaton sétálhatnak a cicák is nyírkércsen. A Magyar Falu program biztosította a szükséges 41 millió forintos forrást a közel 700 méternyi út felújítására és a csapadékvíz elvezetés kiépítésére. Ez az egyik legforgalmasabb út a településen, hiszen egy nagy élelmiszeripari vállalathoz vezet, így indokolt volt teljes hosszában megújítani. A hiányzó rész újra aszfaltozását a cégvezetője finanszírozta. Ahogy nyírkércsen mondják, a keresztől a Baronfi kópék közel 1,2 kilométeres szakaszon tehát már újabb burkolat. A járdák azonban még nem tökéletesek, de a tervek szerint hamarosan ez is változik pontosan ezért az a tervünk, hogy az útfelújításokkal párhuzamosan aszfaltburkolatot kapjon minden járdánk, ez több mint egy kilométer a főút, illetve a bakti út tekintetében, illetve minden mellékutunknál is szükségesnek látjuk a járdafelújítást. Ami korábbi közmunkaprogramok keretében készült és betonozva, vagy betonjárdat készítettek a, a közmunkaprogramban, azokat az idő Vasfoga, illetve a sózás az már megette, ezért úgy gondoljuk, hogy egy aszfalt burkolattal fel tudjuk újítani, és meg tudjuk újítani, és használhatóvá tudjuk tenni a járdáinkat is. Így a belterületi gyalogos és gépjármű utak 100%-ban megújulnak. Azonban nem csak az infrastruktúra fejlesztése fontos, az elmúlt hónapokban számos kisebb településen bebizonyosodott, hogy az önkormányzat költségvetésének egyik sarkalatos pontja a közvilágítás. Ennek fejlesztését saját erőből kezdték el 2022-ben nyírkércsen. Több mint 11 millió forintért 70%-os energia megtakarítást produkáló égőtestek, világító fogjuk kicserélni a jelenlegieket, és a, a nyírkétségek régi álma teljesülhet azzal, hogy három oszlopot sikerült elhelyezni még pluszban a temető bejáratánál, és a, az őszi, tavaszi, téli időszakban, amikor hamar sötétedik, de a a végtisztességet, illetve a kegyeleti tevékenységet folytatók, azok kivilágított helyen és biztonságban tudják majd a temetőt is megközelíteni. És ha már a temetőnél vagyunk, itt is szeretnénk tovább folytatni a már megkezdett fejlesztéseket egy újabb urnafallal, amely a már meglévőnek a, szimmetikus képe lenne a másik oldalon, illetve a parcella kijelöléseket ugyan elkezdtük, de szeretnénk tovább folytatni, és a, az új temető részben ismét egy újabb, egy 40 férőhelyes parcelarész fogunk majd kitérkövezni, illetve kibetonozni. A folyamatos fejlődés miatt a vállalkozások beruházási kedve is nő. Az egyik legnagyobb élelmiszeripari cég 1995-től működik a településen, most pedig a határrészeken három csirkeorrendszert rendszert épít fel, egyenként 12 óllal, amelyek 12 ezer csirke befogadására alkalmasak. Ez nem csak több adóbevételt jelent majd a településnek, hanem munkahelyteremtő beruházás is, hiszen az üzemeltetéshez 20 alkalmazottra lesz szükség a telepeken.